Sziasztok! Ebben a recept videóban megmutatom, hogy csináltam a szülinapi tortám, és kíváncsi vagyok, hogy milyen recept videókat akartok látni, mint sütni, főzni, szóval írjátok le a kommentbe, hogy mit szeretnétek látni, hogy mit tanítsak meg. Szóval ez az áfonyás torta mandulás töltelékkel. Le Cordon Bleu az egy franciai iskola. A könyvük megvettem, a Pastry School Book, és ebből a könyvből főzök. Nagyon jó könyv. Ez egy iskola, úgyhogy nekik nagyon jó receptjük van. És ebben a könyvben megmutatják minden egyes lépést. Úgyhogy itt látjátok, nagyon sok jó dolog van. Szóval a blueberry tart így kell kinéznie. És ahogy láthatok már, eléggé hasonló. És nagyon, nagyon finom volt. És nem kell sok dolog hozzá. Először megcsináljuk a torta alapot. Kell hozzá 200 g liszt, 120 g vaj, 70 g porcukor és 30 g ledarált mandula. És egy kis tojás. Beletesszük a lisztet. Először a száraz anyagok összekeverünk, és egy csipetnyi só. Összekeverünk ezt először, hogy minden el kelljen mindenhova. Eljusson mindenhova. Aztán beledobjuk a vajat, és összemorzsáljuk a vajat benne. Én szeretek nyomni egy kicsit, és ez már olyan puha vaj. Szeretek nyomni egy kicsit, utána rádobni lisztet, hogy ne kerüljön vaj a kezemre, és ne legyen minden zsíros. Azután, hogy ezt összenyomtuk, tudunk két kéz használni, összetenni, és így összedolgozni. Nem baj, ha nem néz ki szépnek, tiszta a kezünk, úgyhogy így a legegyszerűbb, leggyorsabb. És miután ezt összeraktad, beletehetsz a tojást. Itt már egy ilyen szilikon kanál használok, ne legyen tojásos a kezem, és addig keverjük, amíg tojás elázódik mindenhova. Mivel ebben sok vaj van, ő elég könnyen keverődik, és nagyon könnyen olvad is, úgyhogy gyorsan kell csinálni, de ne féljetek tisztától, nagyon egyszerű. Ahol fogsz egy kicsit összegyűrni, tegyél lisztet, és nyomkodjuk össze, hogy minden egyes alapanyag összekeveredjen, utána én beteszem egy ilyen ziplockba, betetsz ilyen fóliába, szendvicses fólia, és a hűtőbe 30 percig. Aztán kinyújtod a tésztát vékonyra, elég vékonyra, olyan 4 mm, ráteszel a sütőformád, ami ilyen elég kicsi, szóval vékony, kb. 4-5 centis, ilyen tart. És kivágjuk pár centivel nagyobbra, mint a forma, hogy beleférjen. Ami maradt, ezt félre tudod tenni, és majd később valami más csinálni belőle. Most teszünk kis vajat erre a tortaformába, és oldalra, ahogy látod, ahogy én csinálom, utána az ujjammal segítek, hogy bemenjen minden lyukba a vaj. És akkor minden szépen be lesz vajazva. Ezután teszünk rá egy kis lisztet, nem baj, ha egy kicsit túl sok, egy kanál elég. Forgatjuk, hogy a liszt bekerüljön mindenhova, ahol vajas, ez fog segíteni neki nem oda ragadni. És olyan tortaforma használok, ami ki lehet könnyen venni. Majd megmutatom egy trikket, ahogy nagyon egyszerűen ki lehet venni. Oké, megfogjuk a tésztát, rátesszük. És, de gyönyörű tészta. Aztán, én úgy csinálom, hogy egy ujjal felemelem, és a másik ujjal bele nyomom a sarokba. Felemelem, és benyomom. Felemelem, benyomom. Ez segít arra, hogy ne húzd a tésztát, hogy ne legyen vékonyabb ott a falnál. Úgyhogy felemelem, és benyomom nagyon szépen. Minden elfér. Aztán tudsz olyan gurulóval, de én csak kézzel így nyomom, mert így gyorsabb, lenyomni a vége, és a maradék ugyanúgy el tudsz tenni a fagyasztóba, 3-4 hétig a fagyasztóba eláll, és tudsz valami más csinálni belőle. Aztán csak beigazítom egy picit, hogy minden oda ragadjon, és szép formája legyen, mikor
kiveszem. Aztán ezt tesszük vissza a hűtőbe még egy 10 percig, mert a vaj elolvadt, amíg fogdostunk. Szóval a sütéshez használok pie weight. Pie weight, magyarul nem tudom, hogy van, de ez olyan dolog, hogy ő lent tartja a tésztát, hogy nem engedi, hogy felnőjön. Szóval ráteszek egy sütőpapír, és ezeket a golyókat beleteszem, és ezek a golyók nem égnek. Sokan tesznek bele olyan olyan bab, ami még nincs megfőzve, hogy ne égjen. Vagy ha van más módszered, akkor azt is tudod csinálni. Csak hogy ne nagyon nőjön a tészta, és legyen mindenhol egyenes. A felmelegített sütőbe 170 Celsiuson betesszük 10 percre, hogy ne legyen túl barna. Amíg sül, 60 g mandulát ledarálunk, hogy ilyen nagyon, nagyon apró legyen. És még hozzá kell 60 g cukor, egy tojás. Először összekeverünk a száraz dolgokat, utána hozzáteszünk a vajat, és a vaj már puha, szóval ilyen nagyon könnyen össze lehet nyomni. És ezt összekeverjük, még összejön, utána beadjuk a tojást. Megint összekeverjünk, amíg krémes lesz. Nagyon egyszerű, tudod robotgépbe is csinálni, de így kézzel. Fél perc. És mikor kész van a tortánk alja, ki lehet venni, és mivel használtam ezt a papír, így nagyon könnyen ki lehet onnan szedni. És nézzétek meg, majdnem minden egyenes. Szóval itt van, kész van, látjátok, hogy kész van, itt a töltelék, ezt beletesszük, és tudom, hogy nem néz ki sok tölteléknek, de pont elég egy ilyen formához. Ez a forma 24 centi hosszúságú, széles. Elkenjük egyenesen a töltelék, hogy mindenhol szép-szép egyenes legyen, és ezt visszatesszük a sütőbe, ugyanúgy 170 Celsiuson, egy fél órára, hogy ez a töltelék megsüljön. Aztán csinálunk a barack lekvár massza. Egy kis kanál lekvár, olyan barack lekvár a egy ilyen formába. Hozzáadunk egy-két kanál vizet, keverünk addig, amíg elolvad nagy lángon. És utána hagyjuk, hogy buborékozzon. Látjátok? Így elpárolog a víz belőle. Nehogy hozzáérjetek, mert nagyon-nagyon-nagyon forró. Mikor kész van a torta itt, egy ilyen ecset kell, konyhai ecset, és ezzel lemázoljuk. Nem akarod ráönteni az egészet, nehogy véletlen túl sokat önts, és akkor nagyon vizes lenne a tortád. És hozzá nagyon könnyen fog hozzáragadni az áfonya. Szóval elkezdjük tenni rá az áfonyát. Én kezdtem kívülről, nem sikerült, nem tetszett, ahogy ment, úgyhogy elkezdtem belülről. És ezek az áfonyak jobb, ha száraz, akkor a porcukor nem fog elolvadni rajta. Szóval megvártam, amíg teljesen száraz volt, és elkezdtem rá szórni a porcukort. Ez a legjobb rész. Csak szórni rá a cukort. És milyen szép lesz? Megmutatom egy trikk, hogyan kell kivenni ebből a formából, ha ilyen formád van, ahogy ki lehet az alja venni. Kell egy mélytányér feje lefele, a torta rá, és bum, lecsúsztatjuk. Ez ugyanúgy tud csinálni más torta formával. És készen is a torta! Nagyon egyszerű volt megcsinálni, és nagyon-nagyon finom. Igazi franciai recept. Szóval, kíváncsiak vagytok a belsőre? Vágjuk fel! Azt hittem, hogy a záfonya le fog esni, mikor kezdem felvágni, de nem, mert hozzáragadt a barack lekvárhoz. Lekvár massza. És itt is van. Tön-tön-tön, nézzétek oda. Tökéletes, és milyen vékony az a tészta, és ropogós, de nem éget. Megettünk kevesebb, mint 2 óra alatt. Isteni finom. Az az egy különbség, hogy az enyém a mandula nincs annyira össze pürére darálva, mint a könyvbe. De nekem így is nagyon jó tetszett, mert volt hozzá egy kis ropogás. Nagyon finom volt. Remélem elkészítetek, mert
Nagyon-nagyon jó lett. Jó étvágyat!